Sziasztok! A mai videóban folytatom az innovatív híreket az egyéb hírekkel. Az első hírem a Boring Company Las Vegas-i alagútjáról szól. Néhány hete meghívtak újságírókat, hogy próbálják ki. Úgy tűnik, hogy most már megnyitják a közönségnek is az alagutat. Várhatóan a korlátozások miatt majd csak június-júliustól fogad látogatókat a Las vegas kiállítási központ. Nagyon várom már azokat a videókat, hogy felhasználóktól láthatunk videókat arról, hogy hogy is néz ki ez az alagút. Van néhány olyan videó, ami már az látszik, hogy a Boring és tesla ülő sofőrök már egyáltalán nem fogják a kormányt. Úgy gondolom, hogy ezek az alagutak lehetnek az első helyek, ahol már bekapcsolják ebben az évben a full self drivingot. A Starlink földi állomásokat is telepít. Erre részben azért van szükség, mert közöttek egy szerződést a Google-lel, illetve a Google Cloud-dal. Ugyanakkor Elon hozzátette, hogy azért van szükség a földi állomásokra, mert ez nagyban csökkenti majd a késletetést, illetve a késletetés változatosságát ezeken a terminálokon egyébként úgy érhetünk el adatokat, hogy annak köze sem lesz az internethez. Úgy tűnik, hogy ha akarnák, a Starlink és a SpaceX létre tudna hozni egy elszaparált internetet. Mit gondoltok? Erre fele fog elmenni a cég a jövőben? Kínában több cég is bejelentette, hogy önvezető taxikat állít szolgálatba. Az egyik a Baidu, amelyik lényegében Kína Google-je. Egyelőre csak előre feltérképezett helyeken működnek ezek a járművek, és ahogy a képen is láthatjátok, tele van a teteje az autóknak lidarokkal. A másik kínai cég, ami hasonló dologgal próbálkozik, az a v nevű cég. Remélem, hamarosan lesznek videók ezekről az utakról, és azt majd megosztatom ezen a csatornán. Az amerikai önvezető cégnek a Google-ből levált v viszont úgy tűnik nem megy olyan jól. Nemrég a CEO hagyta ott a céget, most pedig úgy tűnik a CFO, vagyis a pénzügyi vezető lép le. Megosztok veletek egy videót, amiből csak a lényeget emelném ki. Nagyjából itt az út felénél a Vémó felhasználó, aki egyébként bekamerázta a Vémó hátulját, azt vette észre, hogy egy jobb kanyarnál az autó megáll. Azért állt meg, mert az út közepén volt egy bója. Ilyen esetekben a WEMO-nál az a szokás, hogy egy telefonhíváson keresztül tájékoztatják az utast, hogy nem sokára jön majd egy sofőr, aki arrébb áll manuálisan ezzel az autóval. A vicces a szoriban az, hogy mire a sofőr odaért, addigra felszették a munkások a bóját, és az autó újra elindult, aztán újra megakadt, és aztán, mikor megpróbált beülni a sofőr, akkor pont előtte újra elindult. Aztán végül harmadjára, amikor megint elakadt a VMO, akkor már tényleg beült a sofőr, és a végén nagyjából 10 perces út több mint fél órával később véget ért, de már manuális módban. Erre szokta Ilon azt mondani, hogy a lidar az nem a jó megoldás. Az Xpeng bejelentette az első negyedéves eredményeit. Úgy tűnik, hogy az előző év első negyedévéhez képest több mint 600%-kal nőtt a bevételük, 13.340 autót adtak el, és a negyed évben a hasznuk 11%-ra nőtt. Rayford Tesla osztotta meg ezt a videót, ahol valaki egy tibeti túrát vállalt a Wuling Mini EV-vel. Sokszor kellett megállni, hogy a kis turbinát használják, ami töltötte az akkumulátort. Kíváncsi vagyok én is, ahogy Rayford Tesla is, hogy mégis mennyi áramot tud ez a kis turbina termelni álló helyzetben. A saját csatornámon már beszéltem a Fiskerről, a Tesla Killer vagy Vaporware videómban. Számomra egyértelmű, hogy teljes mértékben Vaporware a Fisker. Ezt maga Henrik Fisker bizonyította már sokszor azzal, hogy több céget is létrehozott, aztán mindig eladta, vagy csődbe mentek ezek a cégek. Most a legújabb hír a Fiskerről az az, hogy a Foxconnal fog együtt dolgozni, a Foxconn fog nekik autókat gyártani. Próbálnak mindig nagyokat ígérni, nagyjából négy évvel ezelőtt hírte Henrik Fisker, hogy egy év múlva kijönnek a szilárd test akkumulátorral, ami nyilván nem valósult meg, most pedig azt ígérik, hogy egyik autójuk 30 ezer dollár alatti lesz. Nem csak a Nuralink dolgozik az agy és a számítógép közötti kapcsolaton. A kutatók egy csoportja nemrég dekódolták a mentális kézírást. Ez egy nagy előrelépés lehet a kutatásban, és remélik, hogy a bénult betegeknek sokat segíthetnek. Egy agyi interfészsel rendelkező bénult ember nemrég látta a Nuralink majmos videóját küldött egyből egy üzenetet Elon és a Nuralinnek. Szeretnék kihívni a majmot egy agypingpongra. Ezt a videót nem játszom le, csak egy ajánló, több mint egy órás. Sandy Murrow a QuantumScape alapítójával beszélt. Nyilván a technológiai részletekben nem mehettek be, viszont az kiderült, hogy nagyon sok negatív sztori szól a QuantumScape-ről, amelyek nem igazak. Nemrég egy Livient láttak Lidarral a tetején. Remélem, hogy a Lidaros rendszert csak terepen fogják használni. A Harley Davidson nemrég bemutatta a Livewire nevű elektromos motorját. Jelenleg ez Amerikában a legtöbbet eladott elektromos motor. Ugyanakkor a Harley dealereknek nem tetszik, hogy ott van egy elektromos motor. Részben ennek is köszönhető, hogy a Harley Davidson teljesen külön válassza, egy külön márkává a Livewire-t. Kíváncsian várom ugyanakkor, hogy a júniusi bemutatón csak egy újra Live Livewire-t fognak bemutatni, vagy egy újabb motort. Két hete vagyis május 19-én, pont az előző egyéb hírek megjelenése napján, jelent meg a Ford F-150 Lightning, vagyis az F-150-esnek az elektromos verziója. Úgy tűnik, hogy Omarnak nem tetszik, hogy átvették a kijelzőt a Ford Mustang mach -E ből igen, a tekerővel együtt. Ezen a képen nagyon jól látszik a különbség az elektromos F-150-es és a hagyományos benzines, illetve dízel között. Ahogy elmondtam már a hétfő hírekben is, Ilon gratulált a Fordnak, azért, hogy meglépték ezt, hogy egyik legnépszerűbb modelljüket elektromosították, illetve az első 48 órán belüli 44.500 megrendeléshez is gratulált. Aztán jöjjön néhány adat. A Ford F-150-es Lightning alapverziója 230 mérföld, vagyis 370 km hatótával rendelkezik. Az akkumulátorkapacitást nem ismerjük, de egyes tippek szerint nettó 115 kWh kapacitású a kisebbik verzió. Nem ismerjük a 0-60 mérföldre való gyorsulás sem. Az alapverzió két motoros, négy meghajtású. Maximális teljesítménye 426 lóerő. Maximális forgató nyomatéka 1050 Nm. Rendelkezik 11 kwh AC töltővel, és a DC töltés is támogatja 150 kwh A Teljes terhelhetőség az alapverziónak 907 kg, a bontató kapacitása pedig 4536 kg. Érdekesség, hogy összesen 8 120 voltos elektromos csatlakozót találunk az autón, plusz ezen kívül a platón még egy 240 voltos csatlakozót is találunk. A növelt hatótávú verzió 300 mérföld, vagyis 483 km-es ígért hatótávon rendelkezik, a 0-60 mérföldre, vagyis nagyjából 97 km h gyorsulás, az kicsit több mint 4 másodperc, a maximális teljesítmény itt már 563 lóerő, a maximális forgató nyomaték maradt. Érdekes módon a nagyobb akkumulátor miatt a terhelhetőség csökkent 816 kg viszont a bontatókapacitás nem változott. A Ford F-150 Lightning kezdőára Amerikában 40 ezer dollár alatt marad, a középverzió 50 ezer dollárba kerül, és a legfelsőbb verzió több mint 90 ezer dollárba kerül. Európában nézve az F-150-es nem tűnik fontosnak, de Amerikában ez a legtöbbet eladott hiármű. Így ez óriási lépés szerintem a Fordtól, és ezáltal a Ford úgy gondolom jó útra lépett, hogy elektromosította legnépszerűbb modelljét. Amerika több területén is elektromos áramingadozással kell számolni manapság a változékony időjárás miatt, és egy hatalmas plusz a Ford F-150 Lightning mellett, hogy ha megveszünk hozzá a külső töltőt, akkor azon keresztül képes ellátni házunkat árammal, méghozzá nem is kevéssel. Teljesítményben két Tesla Power nak felel meg, kapacitásban pedig közel 10 Tesla Power nak Tehát ez azt jelenti, hogyha spórolunk az árammal, akár egy hétig is elláthatja a házunkat az autó akkumulátora. Továbbá, ami nekem nagyon tetszik még, az az első csomagtartó, amit ők úgy hívnak, hogy Power Mega Frank. Ez azért óriási újdonság, mert sok pickup tulajdonosnak volt ez a problémája, hogy nem tudta elrejteni az értékeket, tehát az első csomagtartó 400 literes, így elég sok mindent bele lehet rakni. Úgy gondolom, hogy a Lightning pickupja a Fordnak, egy jó inspiráció a Cybertrucknak is, ugyanis a Cybertrucknál eredetileg nem feltétlenül tervezték a kétirányú töltést, de ezek után muszáj lesz meglépniük. Csak összehasonlításképpen az első 48 órában a Ford F-150 Lightning pickupjából több mint 40 ezeret rendeltek, ugyanebben az első 48 órában a Cybertruck esetében több mint 100 ezer megrendelés érkezett, és egy viszonylag friss Tesla sír, hogy a megrendelések száma túllépte az 1 milliót. Erről egyébként a pénteki Teslás innovatív hírekben is beszélek majd a csatornámon. Ha nem lett volna elég két kínai önvezetéssel foglalkozó cég, akkor itt van még egy, a Ponyi most kapott engedélyt arra, hogy Kaliforniába tesztelje önvezető autóit. Egyenlőre a kormány mögött még mindig biztonsági sofőr fog ülni. Érdekes, hogy a három város Fremont, Milpitas és Irvine. Bizonyára tudjátok, hogy Fremontban van a Tesla egyik eredeti gyára. Múlt hét vasárnapi Lögdörizsában beszéltünk egy kicsit bővebben egyéb elektromos autós hírekről. A pénteken a saját csatornámon folytatom a tesla hírekkel. Ha tetszett a videó, lájkoljátok, like iratkozzatok fel, és kapcsoljátok be az értesítéseket is. A leírásban megtaláljátok a linkjeinket Patreonhoz és a Discordhoz is. Köszönöm, hogy velem voltatok, sziasztok!